szeretettek, minden kedvesemnek egy imádságok. Hova megyek szemei, ma még kettő darab szabad helyet elsősorban. Kisányom, de szeretnél ülni szerelmet? Hát te is a kisányom lehet, hogy tudom, hogy te is nőled. Oda már eljött egy helyes buzi fiú, akkor ide jöjjön egy helyes kislány. Hogy lássuk, megadjuk az esélyegyenlőséget, drága szerelmeim. Egy ötletesen helyes. Határeset elfogadom, hajnában megkaphatja egy kicsit a végén. Csak hajnám. De nem tudja, hogy róla van szó, mert mögötte mutogattál buzi. Így most nem tudja, hogy neki jogatok. Na! Drága szerelmeim, hát azt kérdem, hogy voltunk már többen csillagok. Hol vannak a többiek? Ülnek a pártát, vagy ott is házak, hogy van a rezidencián, vagy nem tudom. Hol lehetnek azért drága buddhans pari szerelmeim? Nők vannak, hál' Istennek, azok megjöttek. A buddhivárban nem lehet, hogy meg lányok nélkül hívják. De kire jöttél szét nagy marha barátom? Ez a kis kicsibe jöttél, de édes, hogy ne lepél mind a kettő a hónod alatt, hogyha mentek haza, de melyikkel szexelsz? Mind a kettő. Majd még ezt ma még nem döntötted el, ugye? Csillagom, hogy ki lehet az, aki az öt kardiános nagyon édes szerelmet tett a magjánoskor, mert ő közvetett az öt kardián. Egy kicsit olyan, mint a barátok közben maradtálna. Magjános hagyaték az az öt kardián. Hogy a faszomba találtatni, azt nem tudom, tudom, de tudok neked egy elképesztő jó turkálót, hogy 80 forintért vannak ilyen kardigánok. Elképesztő, a tavasz összes színében. A tavasz összes színében. Na, akkor adok neked egy ilyen csodálatos, hát ezt ilyen nem tudjuk ilyet. Jólnak árulták, de valószínűleg Mikulás volt még Dessewffyben, hogy rácsolgatták az hárban csokolat, és amelyik kisfiú megkapja, az megkapja. Jól szerelmet? Ezzel tudod jelentni, ha te szerelmedet, hát nem szerelmedet, hanem hogy izén, hogy akkor te vagy a köpököt. Így jelte meg a mai esetén. De most minden rajta egy ilyen hámban szerelmet, ilyen lóhám. Vagy... Milyen? Lóhám. De hogy... De majd te fönn a húszára várba? Nem, mert néztem a televíziót, amikor megjött az a drága emberről, és ott már voltak a húszárok, de nem voltál ismerős, igen. Meg azok nyerítettek és répát tesznek. Mondjuk azt te is időnként, legalább a répa a stíme. A répa és a hám a stíme. Na, drága szerelmény, azt nem tudod, hogy május elsője hírkő van, elugasztak a... Módosabb kutatások, ti meg itt maradtatok. A módosabb elutazott vidékre, drága szerelmeim, elmentek válaszolni, kicsit kiáltatják a kénes vízre a haragukat. Úgyhogy az jó a kénes vízben, hogy tudod lehet pingani, nem értinek semmit. Gyakorlatilag a kénes víz az olyan, mintha én hagyhatja. Na, hát te tudod, miről beszélek, mert nagyon jól szórakozol rajta. Na, drága szerelmeim, az úrban, ettől függetlenül egy percet természetesen készültünk. Ott már este, illetve egy holnap után is lesz itt egy színházi előadás. Ki az, aki volt esetleg ma este ezen a színházon? Wow, hárman! Jó, volt szerelmeim! De nem baj, hát minket még kézzel mindenki lehet volna, az borzasztó, mert féláron adjuk jegyeket. Jó, volt az előadás szerelmem. Lakatos már milyen volt? Húzi, mint amilyen az életet. Volt egy ilyen kis arany, fecské és cuki fiú, az nagyon édes volt. Vagy legalábbis úgy érte, hogy egy hajnalban egy kávéval megkínálnám. De így szerelmem. Ötjelek, hogy jó. Kettőadnám a kulcsodat. De nem kellene, akkor eltakarja a gyönyörű testét szerelmem. Valami elletakar, mert tök lenne van az a fiú, tök édes. Na! De a csillagos üvegkertjé öreganyjának nincsen sátrait előre. Ja, még egy nagyon fontos információ. Ma este debütál itt az AlterEgo klubban egy vadonatúj technikus kollega, egy nagy tapsot küldjünk nekik, drága barátaim! Se meg nem jegyeztem, de a régi technikus Viktor mondta, hogy ha nem muszáj, akkor ne kapja ki meg, majd ne küldje a kurva anyjába első nap, hogy esetleg nem ég a rápa, vagy nem úgy szól a zene, úgyhogy biztos, hogy jó lesz, úr, majd nekik is szálljon. Én is nagyon.
képviselőnök torkolat egyik. Semmimális dolga nincs beemelni, nagyon fontos instrukció. Semmimális dolga nincsen, csak az öreg anyádat megvilágítani és megszólaltani. Hát ez egy kurva egyszerű kéne. Úgyhogy ha csak akkor tudsz rosszat csinálni, hogy a sötétben vagyunk és csöndben, mert akkor a nagy értelmű megekölni a faszomat keresztül. Lássani és hajlani, ez a mottom. Na kérem szépen, nincs a sátorint előlevel csapunk, ha este megtetszám, kalmukló csoport örnök műsorába egy elképedő szexuális produkcióval kérjük a sót. Erről is szól a dal. Sexy Dress.